A kormány jóléti intézkedései a baloldali pártoknak köszönhetők, ezt mondta a baloldal miniszterelnök jelöltje egy internetes videóban. Márki-Zay Péter rendszeresen támadja a rezsicsökkentést és a minimálbér felemelését, legutóbb pedig a kormány 755 milliárdos hiánycél csökkentő csomagját vette célba. A Fidesz szerint hatalomra kerülése esetén a baloldal eltörölni a rezsicsökkentést és a 13. havi nyugdíjat is. Elkötelezett a kormány abba, hogy a következő évre tervezett 5,9%-os hiánycélt tovább fogjuk csökkenteni. 755 milliárdos csomaggal javítaná a kormánya jövő évi hiánycélt, közölte Varga Mihály még az ünnepek előtt. A pénzügyminiszter azt is hangsúlyozta, a költségvetés stabil, Magyarország idei évi tartalékai 350 milliárd forinttal emelkedtek. Ahol ekkora megszorító csomag kell, mert kamatstopp kell, ott nagyon nagy baj van. Márki-Zay Péter mégis neki támadt az intézkedésnek, és bírálta a lakossági kamatstoppot is karácsonyi Facebook videójában. A baloldal miniszterelnök jelöltje szerint az elmúlt hónapokban bejelentett jóléti intézkedések, így többek között a 13. havi nyugdíj bevezetése, a jövő évi 1500 milliárd forintot elérő adócsökkentés, valamint a minimálbér 200 ezer forintra történő felemelése valójában nem is a kormánynak, hanem az ellenzéknek köszönhető. Ezt önök nem Orbán Viktornak köszönheti, hogy a saját pénzükből most egyet visszaad önöknek, ezt nekünk köszönhetik. Ezt az ellenzéknek köszönhetik, akik össze tudtak fogni. A járvány az mindenkit nehéz helyzetbe hozott. Éppen ezért mindenkin segíteni kell. Az volt a megszorítás, amikor a Gyurcsány-Bajnai kormányok elvettek egy havi fizetést a közalkalmazottaktól, és egy havi nyugdíjat az időskorúaktól, reagált a Fidesz Márki-Zay Péter megszólalására. Holik István a párt kommunikációs igazgatója azt mondta, az elmúlt napokban kiderült az is, mit gondol a 13. havi nyugdíjról a baloldal miniszterelnök jelöltje. A nyugdíjasoknak adok plusz juttatást? Hát ez körülbelül akkora bőszmeség volt. A Gyurcsány Ferenc összödi beszédéből elhíresült szófordulattal élve a baloldal jelöltje nemrég egy hangfelvétel tanúsága szerint böszmeségnek nevezte a 13. havi nyugdíj bevezetését. Azt hangoztatta, szerinte a járvány elején a kormánynak nem kellett volna a nyugdíjasokkal törődnie. Amikor a munkahelyek elvesznek, akkor a nyugdíjasoknak adok plusz juttatást. Hát ez körülbelül akkora böszmeség volt, mint stadiont építeni, 5000 stadiont építeni. Az időseknek juttatott kormányzati támogatást Márki-Zay Péter egy kerekasztal beszélgetésben is a rezsicsökkentéssel együtt felelőtlen lépésnek nevezte, amit könnyű bevezetni, de nehéz megvonni. Tehát tudjuk azt, hogy az előző kormány éppen abba bukott bele részben, hogy megszüntette mondjuk a 13. havi nyugdíjat. Az elmúlt hetekben sorra láttak napvilágot Márki-Zay Pétertől azok a nyilatkozatok, amelyekkel a 13. havi nyugdíj mellett a rezsicsökkentést, a benzinárszabályozást, de még a minimálbért is élesen bírálta. Én gazdasági kérdésekben roppant liberális vagyok, én nem feltétlenül tartom szükségesnek a minimálbért se. Bénázás, szivárogtatás, kóstolgatás. Eluralkodott a bizalmatlanság az ellenzéki oldalon, írta a héten a baloldali Telex. A portál úgy fogalmazott, Márki-Zay Péter látszólag nem képes összefogni a töredezett ellenzéki tábort, és ez szükségszerűen vonja magával a választók elbizonytalanodását is. A New York-i székhelyű Amerikai Népszava is élesen bírálta a hódmezővásárhelyi polgármestert. A baloldali heti lap legutóbbi cikkében már odáig jutott, hogy az ellenzéki összefogásnak készen kell állnia egy Márki-Zay Péterrel szembeni bizalmatlansági szavazásra.